Tisztelt szimpatizánsok, kedves barátaink! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy együttérzésünket fejezzük ki, illetve szolidaritásunkról és támogatásunkról biztosítsuk a palesztin népet, akinek sorsa, mint az újkori történelmünk során oly sokszor, ismét fordulóponthoz érkezett. A palesztin állam a 67-es határok mentén történő kikiáltása, a palesztin államiság szervezetének felépítésével meghatározó lehet a palesztin nép szabadsága, emberi méltósága, önrendelkezése és a közel-keleti béke megteremtése érdekében. Az EN 193 tagja szavazni fog arról, hogy egyenjogú tagjaként sorai közé fogadja a palesztin népet, az önálló és független palesztin államot. Hisszük, hogy a palesztin olyan egyetemleges érték a föld népének, melyet minden országnak el kell fogadnia és el kell ismernie. Aki nem áll ki más szabadságáért, az nem érdemli meg a saját szabadságát. Bebizonyosodott, hogy az utóbbi két évtized próbálkozásai a tárgyalásos megegyezése Palesztina és Izrael között nem veszedett eredményre. Ennek talán az lehetett az oka, hogy a két tárgyalófél nem azonos státuszban, nem azonos pozícióban van. A palesztin állam ENSZ tagjaként történő felvétele új alapokra helyezi a tárgyalásokat és azoknak rendületet adhat. Támogassuk hát jelenlétünkkel és békés felvonulásunkkal a palesztin nép törekvését a békére és szabadságra. Kérem, hallgassuk meg a palesztin himnuszt!
történelmi hátteréről. Üdvözlöm a tisztelt egybegyűlteket! Az izraeli-palesztin konfliktus évtizedek óta az egyik legégetőbb probléma a világpolitikában. Az állandó erőszak és háborúskodás olyan területen zajlik, amely az izraelieken és a palesztinokon kívül a világ szinte valamennyi nemzete számára kiemelkedő fontosságú. Ez a terület a Szent Föld, a három nagy monoteista világvallás központi helye. A palesztinok évszázadok óta a terület lakosai, és a 20. század első felétől fogva harcolnak önálló, független államok létrehozásáért. Noha a palesztinok törekedtek az önigazgatásra és független állam létrehozására, a történelmi kataklizmák miatt erre nem került sor. 1922-ben az Oszmán Birodalom fennhatósága alól kikerült Palesztinában, a brit mandátum vette át a hatalmat. A 40-es évek elején a II. Világháború tragikus eseményeinek hatására nőtt az illegális zsidó bevándorlók száma, majd évtized közepére fokozódni kezdett a feszültség az itt élő palesztinok, az újonnan bevándorolt zsidók és a megszálló angolok között. A britek a helyzet megoldására az ENSZ-hez fordultak. Feszült légkörben az ENSZ közgyűlése 1947. november 29-én elfogadta a 181-es számú határozatát Palesztina felosztásáról. A határozat elrendelte a terület felosztását egy zsidó és egy arab államra, azonban ez utóbbi mindez ideig nem jött létre. Ezt követően vette kezdetét a palesztin exodus, amely több mint 60 éve tart. A palesztinoknak ezt követően szétszóródás és üldöztetés jutott osztály részül, mind hazájukban, mind a környező országokban. A palesztinok szemszögéből nézve 1947-48 a katasztrófa korszaka, a számüzetés, a kilátástalanság és a menekülés kezdete. Ekkor több mint 700 ezer palesztin arab elűzésre, házaik és falvaik lerombolására, ingóságaik izraeli tulajdonba vételére és több mint 24 esetben ellenük elkövetett tömegmészárlásra került sor. Az újonnan megalakult Izrael állam a háborút követően megtiltotta a palesztinok visszatérését, a palesztinok több mint kétharmada hagyta el lakhelyét és kényszerült számüzetésbe. 1988-ban a palesztinok történelmi lépést tettek, mikor is a palesztin nemzeti tanács elfogadta a palesztin függetlenség nyilatkozatot, és kikiáltotta a független palesztin államot Kelet-Jeruzsálem fővárossal. Jogforrásként a palesztin nemzeti tanács az ENSZ közgyűlésének 181-es számú határozatára hivatkozott, valamint elfogadta az ENSZ bizottsági tanácsának 242. és 338. számú határozatát, melyel elismerte Izrael államot is. Ezt követően a palesztin fél további engedményeket tett, melyek eredménye az oszlói egyezmény lett. Az 1993-ban megkötött elvi nyilatkozat óta a palesztin hatóság további lépéseket tett az államiság megvalósításáért. Például működőképes infrastruktúra és közigazgatás épült ki a nyugati parton és a gázai övezetben. A palesztinok a két állam megoldás és a békés egymás mellett élés elkötelezett híveivé váltak. 2007-ben a két fél újra közvetlen tárgyalásokba kezdett. 2008. decemberében azonban Izrael katonai akciót hajtott végre a gázai övezet ellen, és több mint 1000